Figyelem! Ez a videó a dárcos sorozatunk második része. Ha még nem láttad az első részt, akkor azt is érdemes lecsekkolni. Az előző részben Székesfehérvárra látogattunk el. Szevasztok! Sziasztok! Amit láthatjátok, már lehet sejteni ezekből a dolgokból, hogy mi következik most. A dárcos sorozatunknak a második részéhez érkeztünk. Ja, dobunk dárccal, amelyik csapatnak a címerét dobom. Arra megyünk ki. Akkor most elmezik itt a kamera, akkor megfordulok. És valahol... Hát kicsit veled szembe, megyek, inkább jobbra van minden. Talál, igen, eletted van valamennyire, találd el, annyit szeretnék kérni. DVTK! Diósgyőr! Kajak Diósgyőr, jó van! Ez megvan. Mit lehet csinálni? Hát igen, a dobást már februárban felvettük és indultunk is volna meccsre, de sajnos megérkezett Magyarországra is a koronavírus. Bezártak a stadionok, leállt a bajnokság, így várnunk kellett. Egészen júniusig. Na de nézzük is a videót! Srácok? Addig még nem, de nem terítettétek ezt ki a videónyóból, mondjuk nem igazán tudtok rájönni szerintem, mert rohadtul csak annyi látszott, hogy vonaton ültünk, azt értünk valamerre. Hát ja, úgyhogy elindul a móka, ugye azt, hogy már kiderült, akkor DVTK Kisvárda meccset dobtuk. Igen, igen. Welcome to Bazmegye. Bazmegye. Borsodabaú, Zemplén megye. Mekkora folyam. Na bazz. Előz. Na, jó, nem. Most elméletileg megnézzük itt a pályaudvaron, hogy hol van csomagmegőrző. Ja. Aztán utána meg elmegyünk még pár helyre, amit még nem árulunk el, hanem majd szépen lassan meglátjátok. Amúgy igen. Úgyhogy ennyi egyelőre. Hello, bello. Na, szóval itt vagyunk még továbbra is a Miskolci-tiszai pályaudvarnál, és várunk a villamosra. Ennyi. Ennyi. Eternity later. Na srácok, most szálltunk le a buszról, és hol vagyunk, Bence? Most már elmondhatod. Miskolcon, Lillafüreden amúgy. Így van. Most azt terveztük, hogy ugye itt van egy csónakázó tó, úgyhogy elmegyünk és csónakázunk egyet. Jaj, ja. Az az egyik terv. Na Bence, halljuk, mi na, történt. Na srácok, az a helyzet, hogy túlmentünk egy picit, három megállóval később szálltunk le, úgyhogy most gyalog megyünk vissza a vízeséshez.
visznek a csónakázó tóhoz, úgyhogy kövire majd ott tala. De az ideig megyünk, azt jól van, aha. Még néztem is, azt kínáltam, hogy felső hámbort. Gec. Háj, Vence, hát. Hát te mondtad, hogy jaj, lila füled, jó ez. Ez itt a félidő, na jó. Amúgy... Hajrá magyarok, hajrá félidő. Hát úton vagyunk lefele most éppen a csónakázó tóhoz. Ja, próbáljuk levágni az utat. Itt egy kis vasút is fölöttünk. De hát nem tudjuk, hogy ez papíron elméletben oda megy. Aztán jó kérdés. De ezt már ismerjük, hogy papíron oda megy, mert már kb. 20 perc ott kéne, nem? Ja, úgy igen, nem megy, meglátjuk, guys. Történelem óra Bencével. Ez itt a Lillafüredi hirdetés. És amúgy úgy tudom, hogy ez egy költő otthona volt, de nem tudom, hogy melyiké, ezen tudottam, mert fölt voltak ilyen táblák a felső írva. Nekem itt is a József Attila rémlene, de lehet, hogy eltévesztettem. De mindjárt beírom, Google a barátom. József Attila Lillafüreden írta az ódát, és megtártam a telógot. És ugye ez a történelem óra Bencével második adásra. Köszönjük szépen, hajrá! Hajrá, félidő! Na hát az a helyzet, hogy a Bence elvezett, de mint láthatjátok, nem igen haladunk el. Hú, gyerekek! Te, gyerünk! Csillag! Az. Ráéreztem, öcsém! Figyelj! Igen, csak ez most így jó? Ez így most jó? Azért neki megyünk ugyan a parkotában. Jaj, várj, adom vissza! Várj, adj vissza, mert neki megyünk, meg nem tudok innen nevezni már. Azt akkor... Csak... Oké. Neki megyünk a kárnak. Az nem feltétlenül. Igen. Most neki mentünk a fal, most be fogunk borulni a vízbe. De itt ez a szal, ez beborít minket a gecibe. Nem. És ott lökd el magad a evezővel. Fárbát. Lökd el az evezővel. Ajajaj. Nem lesz baj. És... Videózol amúgy? Igen. Ne! Felmentünk a fára, bazd meg! Lögd el a evezővel! Nem fordulunk bele. Ez így fura. Ez életünk legrosszabb döntése volt. Figyelj! Az baj, hogy... Jó, nem baj, nem volt baj. Próbál kéne elmenni. Uh-huh. Várjál, ez a jó megoldás, figyelj! Egy fán megakasztunk. Ez geci vicces amúgy. Egy részre, a más részre meg ijesztő. Szerintem megakadtunk ebbe a gecibe. Akkor most lögd el megint a evezővel. Szedd ki. Azt addig megfogom. És megfogom már, hogy jól van. Öcsém, hát ez mekkora egy fos... Most próbáld a másik oldalra eltolni, ne tedd vissza a mindegy. Komolyan mondom, tetves fának nekik közül. Van, felakoltak? Ha? Szél elsodor. Aztán... Hát ez így... Jó! Elvileg jók vagyunk. Jó, kurva a faszomba. Menjünk a faszomba. Ne, maradjunk, csak menjünk el a picsába innen a másik felére, mert a szél erre fúj. Na szóval, összefoglalva, ami történt. Fönnakadtunk egy farönkön, és nem tudtunk lejönni. Olyan szinten fölakadtunk a farönkön, hogy a csónak is beragadt. Megint arra megyünk, az meg. Jó, akkor leszarom, akkor addig rá... Mondjad közben. Mindegy, az egyik, hogy fönnakadtunk, próbáltam mindenki segíteni. Ugye én nem tudok nagyon mit csinálni, mert nem akarjuk, hogy ezek vízesek legyen, mert ebben van minden kamera cucc, meg minden.
úgyhogy majdnem beborultuk, aztán közben jött pár ember, próbált segíteni, hogy mit csináljunk, aztán az már nagyjából sikerült, de most megint fúj a szél, úgyhogy most kiszabadultunk, de mindjárt visszafúj megint. Úgyhogy szerintem húzzunk innen a... oda. Na, mindegy, menjünk innen a... Menjünk innen, igen. Igen, ez... Na, srácok, meg volt a csónakázás, meg volt az Instagram live. Túléltük, nagyon neccesen, de túléltük. És megyünk a libegőparkba. Úgyhogy irány a libegőpark. Ami arra van. Nice. Gyertek velem. Na, megérkeztünk a libegőparkba, srácok. Libegő. Amúgy a táskánk mögöttünk van egyel, és elég sok érték van, úgyhogy fosunk, hogy rohadtul leesik. Úgy... ott van, igen. Ő az. A legendás Adidas táska. Hát figyelj. Benne van minden, azért örülnék neki, ha megmaradna. Amúgy jaj, tök menő ez a libegő. Hát annyira nem. Kicsi fosik. Nem az, hogy fosok, csak ott van mögöttünk a táska. Meg ez az, hogy nem mozgasd a lábad, baszki. Hát csak állottam az izére, ne szald össze magad. Na jó van, hát majd jövünk update-tel, ha történik valami. Igen, mert ha túléltük, akkor jelentkezünk mindenképpen. Na most jövünk lefele. Boldog vagyok. Ja, Ricsi ezt szereti a libegőt. Azt mondta, hogy mostantól minden egyes helyre, amit dobunk, mindig libegővel. Így van, mindenhol. Kell menni ott arra, mindenfele. Úgyhogy... fasza. Amúgy kilátás, ez lefele jobb, mint fölfele. De jó kis szőrös. Ja. Hát igen, így szeretem, tudod. Hát most erre mit mondjak, baszki? De jó kis szőrös. Libegen ülve, ki az, aki szembe jöve, azt mondja a másiknak, két srácnak, hogy de jó kis szőrös, érted? Tehát ez így kicsit azért kemény volt. Tehát, ugye szőrös a mikrofon. Igen, ugye, a mikrofonra gondolom, hogy arra gondolt. De jó kis szőrös. Na, halló, Beló! Halli, elütnek? Nem. Gyere gyorsan, megyünk egy challenge-et megforgatni, most ugye az ebrám, basznak, Ricsi. A challenge-ünkhöz érkeztünk. Itt van ez a kis rózsaszín pötty. Onnan a lasztit. Val el kell találni ezt az oszlopot. Háromból, aki többször eltalálja, az nyer. A vesztes meg... hát az vesz a fansóba valamit a másiknak. Így van, úgyhogy... ez lesz a mostani challenge. Úgyhogy ez a Ricsi ez le fog engem alázni valószínűleg. Ja, ja. Ja, nézzük, hogy... mi lesz itt. Hát ez szar. Jaj! Hát, srácok, ez közel volt. Ez nagyon közel volt, azt hiszem úgy... majdnem meg volt a Ricsosznak. És háromból amúgy, aki közelebb van, azért lesz. Úgyhogy eddig Ricsi áll nyerésre, srácok. Na hát az első az nem volt a legjobb. Majd meglátjuk, hogy a második milyen lett. Hú, ez ide jött. Hát igen. Ugye azt beszéltük, mire nagyon-nagyon-nagyon kevés időnk van, hogy aki a legközelebb járt a oszlophoz, az nyeri most ezt a dolgot. Hát, Ricsi nyert, jól elcsesztem, de hát ez van, srácok, azért néha neki is kell nyerni, tudjátok. Én jártam most a legközelebb ezek szerint az oszlophoz, bár az utolsó lövésed amúgy nem volt... nagyon rossz, de... nem volt rossz, de az enyém szerintem is... Igen. Hát figyelj, igazából Ricsi ebben jobb, tehát ő jobban tud ilyen célba lövős dolgokat kilőni. Én meg úgymond az ilyen trükköket tudom talán hamarabb megcsinálni, hát, de hát ennyi. Igen. Vagy többet tudok dekázni, hát most ez nem egy nagy kaland. Na, úgyhogy akkor veszünk egy sálat, aztán... eszünk, mert még nem ettünk semmit, és aztán megyünk a meccsre. Ah, igen. Na, egész fasza. Jól néztünk. Köszönöm szépen. Mondta, hogy jól látszódik-e. Király. Zsír. Na, akkor menjünk. Easy. Akkor majd mindjárt a meccsen. Na, bejutottunk a stadionba, leesett az eső, ugye úgy néz ki, hogy
hogy nekünk meccsünk nem lesz eső nélkül, de most úgy néz ki, hogy lehet, hogy a meccsre pont el fog állni. Az N-szektorban vagyunk, majd mindjárt bemegyünk oda. Aztán közben ránk írtak páran, hogy lehet, hogy majd szeretnének közös fotót, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Ja, úgyhogy király. Nyomatjuk a ide part. Is eljutottunk. És hát, ide megyünk. Jó beverte a srác. Jó kis eső. Kicsit a láb nagyobb. Mekkora a zene, nem? Amúgy igen. Hölgyeim és uraim, mai napon utoljára ülni a Védőkénylen kispadjára, a mindenki által Fredikét ismert majd a Ferenc Masszőr, akik elkezdődnek és... Kovács Jéti rúgja közben vissza középre a labdát, és ott van egy lehetőség, gól, megszerzi a vezetést a Kisvárda, már a 8. percben. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the noise. Baranyai tudott még belelépni. Minden igaz, a 7. szögletét végzi el a Diós Győr. Így igaz. Ismét csak leszakad az ég, és óriási dörgés, villámlás itt a közelben, úgyhogy 6-2 István félbeszakítja a mérkőzést óvatosságból. Így hát a 36. percben a csapatok levonulnak a pályáról. Srácok, többen jöttetek oda amúgy hozzánk. Úgyhogy nyugodtan bátran, amikor a meccs van, és tudjátok, hogy itt vagyunk. Akkor egy képre simán belőtt vagyunk mindketten, úgyhogy... Ja. Most meg félbe szakadt a meccs. Ja, félbe szakadt a meccs, mert szakad az eső, dörög, villámlik, minden. Úgyhogy, ja, még tegnap is elvileg ilyen özönvízszerű cucc volt is kocon, úgyhogy reménykedtük, hogy ma megúszunk. De hogy ilyet, ha megúszunk, végre egy meccset van, meg eső nélkül, de elnézve, nem. Mennyire esik azt a rohadt életbe. Szép támadás a jobb oldalon. Borosz nem tudja kifejelni, Kovács Réti tovább ott a helyzet, Piánáról bekasszan! És így megszerzi a második gólját, nem kis szerencsével. To love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the stars, it's my only medicine. Everything I do. Ahogy halljátok, még a háttérben megy a meccs, mivel várjátok, át kell menni a zebrán, aztán várjátok. Tehát az a lényeg, hogy megy a háttérben a meccs, és le kellett lépnünk el dobni, mivel volt ez a játék megszakítás, körülbelül egy 20 perc, és sajnos így nem értük volna el visszafele a vonatot. Úgyhogy. Igen, és 2 óra vonatunk, a következővel meg éjfél értük volna vissza, és kicsinek nem lett volna busz a haza, úgyhogy el kellett jönnünk egy 20 percre. Úgyhogy ja, sajnos, lehet, úgyhogy. Hogy át kell gondolni, hogy máskor kocsival jövünk, na mindegy, majd meglátjuk. Hát ennyi volt, amúgy jó meccs volt. Jó meccs volt. Tetszett Miskolc is. Kicsit leesett az eső a végén, de amúgy nem volt para. Amúgy szerintem jó volt, igen, tehát amúgy imádunk amúgy mindig kimenni ilyen dartos meccsekre. Múltkor is tök jó volt, mostani is nagyon jó volt, az egész város amúgy.
amúgy király. Töredékeset tudtuk amúgy megnézni, tehát hogy... Még van elég sok minden, amit meg kéne nézni, de hát ez van. Majd maximum máskor is dobunk egyet, aztán ki tudja, hogy mikor jövünk ide ismét. Na jó, ennyi volt a videó. Ha még nem tettétek meg, iratkozzanak fel. És nyomjatok egy lájkot, és akkor a kövi videóban meg. I'm grateful.